Sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, érdeklődőket. Illés próféta történetéről fogunk beszélni ez alkalommal, aki a sareptai özvegyasszony életében nagy áldássá vált, ugye? Igen. Tehát egy csodálatos történetről lesz szó, ami nekünk is bátorítást, erőt fog adni. A királyok első könyvéből olvasunk igét, a 17. részből. Tehát akinek van Bibliája, a királyok első könyve, 17. rész, 9. versétől. Nem olvasom föl végig az egész szakasz, csak így versenként majd haladunk. Tehát a 9. vers. Kelj föl, és menj el Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. És megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Igen, nem? Hát eddig a holló gondoskodott, ugye? Nem egy dúsgazdag emberhez küldi, hanem egy szegény, csóró özvegyasszonyhoz küldi, hogy ő gondoskodjon a prófétáról. Felkelt tehát, és elment Sareptába, amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, hoznékem egy kis vizet, valamilyen edényben hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs honnan bennem, csak egy maroknyi liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban, éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamentve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Hát ilyen nagy volt a szegénység akkor. Valószínű, hogy erdő közelébe lakott ez az asszony, hogy tudott kis ágakat, gajakat gyűjteni, hogy tüzet rakjon. Magáról és a fiáról gondoskodott, de most bekéreckedett valaki hozzá a harmadik személynek, hogy arról is gondoskodjon. A múlt alkalommal a Illésről beszéltünk, ahogyan Illésről gondoskodott az Úr, és kiszáradt a patak, látta Illés, hogy szárad a patak, de türelmesen várt. Vajon mire várt, hogy mi történik? Én úgy gondolom, hogy Isten szavára várt, hogy majd az Úr újra szól, és megmutatja, hogy hova is kell neki menni, mit is kell tennie az éhínség idején. És úgy gondolom, hogy mi is látjuk a körülményeket, nagyon nehéz napoknak nézhetünk szembe, vagy időszaknak, de vajon várunk-e az Úr szavára, hogy az Úr mit is mond, és mit is szól, hogy mi az, amit nekünk tenni kell. Ebben a történetben Isten gondoskodó szeretetét ismerhetjük meg, ahogyan az Úr gondoskodik az ő szolgáiról, az ő gyermekeiről, és ahogyan gondoskodik a pogány világról is. Ugye Sareptába küldi aztán az Úr, és amikor engedelmeskedik, és elmegy Sareptába, az egy főniciai város volt, ahova az Úr Illést küldte, ott is hatalmas szárazság volt, és az Úr meg akarta ismertetni az ő gondoskodó szeretetét a főniciaiakkal is,
hiszen itt nem csak az özvegyasszony és a fia ismerte meg az Úr gondoskodó szeretetét, hanem a történet végén olvasjuk, hogy ő is, az ő háza népe naponta részesedtek eledelbe, mert az Úr azt a keveset megáldotta. És azt akarta az Úr, hogy megmentse a sareptai özvegyasszonyt és az ő fiát is a nyomorúság idején, megtartsa őket. Ugye azt tudjuk, hogy a sareptai özvegyasszony pogány volt, és nem tartozott Isten népéhez. Tehát a sareptai özvegyasszony nem tartozott Isten népéhez, Jezabel szülőföldjén élt, és a Baált és az Aserát imádták ott ezen a vidéken. Illés útját azért az Úr csodálatosan előkészítette, azt mondja Illésnek, hogy megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Én ezen gondolkoztam el, hogy milyen csodálatos az, hogy Isten intézkedik. Az Úr elrendez mindent, megad mindent ahhoz, hogy az özvegyasszony és a fia megismerje Isten mindenek felett való hatalmát, csodálatos szeretetét, megmentő kegyelmét. És ugye itt olvastuk, hogy a város bejáratánál volt az özvegy, és fát szedekedett. És az a beszéd, amit ez az özvegyasszony elmond itt a következő versekbe, az azt mutatja, hogy a végső elkeseredésbe volt, úgy gondolta, hogy az utolsó tartalékukat is felélik, ez nem sok volt, egy kis vékabeli liszt és egy kevéske olaj, és az asszony nem a csodára várt, hanem nagyon elkeseredve az éhhalálra a fiával együtt, tudta, hogy ez fog következni, amint feldolgozza és ezt a kis véka lisztet pogácsának és a korsóbeli olajjal, és aztán már nem lesz több, és nyilván, hogy az Asera és a Baál nem cselekedtek csodát, és nagyon nagy nyomorúságban volt, sokan éheznek a világba, és küzdenek az életükért. Tegnap hallottam egy riportot, hogy az afrikai szegény országokban, hogy az embereknek a mindennapi víz is probléma, és az étel is probléma, és nagyon a mindennapi élethez szükséges fedél és minden más. Milyen hálásak lehetünk mi az Úr gondoskodó szeretetéért, hogy az Úr gondoskodik rólunk mindez ideig, hogy nem kell szűkölködnünk, hogy igazán bőségesen megvan az, amire az embernek szüksége van. Az ige azt mondja, ha megvan az ételed, az eledeled, meg a fedeled, akkor meg kell elégedve lenni. Vajon megelégedett emberek vagyunk-e? Hogy is van aztán tovább az ige? Olvasom. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajkorsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony is, a háza népe is minden nap. Igen. Aztán majd lesz még ennek. Igen. Hogy milyen csodálatos ez a kis történet, ez egy valóságos történet, hogy Illés azt mondta, hogy hozz egy kis vizet, és
amikor elment az asszony engedelmesen, hogy vizet hozzon, akkor utána kiáltott, hogy de egy falat kenyeret is hozz a te kezedben, vagyis mindent elkért Illés, amilyen volt az asszonynak. A vizet is, meg a kenyeret is, amit a kis lisztecskéből sütött. És én a 12. versen nagyon elcsodálkoztam, mert itt az asszony válaszolt neki ezután a kérés után, hogy mindent elkér. Isten nagyon sok mindent elkér az embertől, és vajon mi mindent oda tudunk-e adni. Ez a mindent elkér az életünket jelenti. Ugyan nem a magunk tulajdona vagyunk, mert az Úr alkotott minket testestől, lelkestől, és hozzá tartozunk, az ő teremtményei vagyunk, de mivel az embernek szabad akarata van, és Isten kéri az életét, add oda, amid van. Csak kicsi van, kevés van, úgy gondolod, te nem vagy egy nagy tehetséges ember, nem vagy nagy szónok, az Úr azt mondja, add oda az életedet. És a megtérés során oda is szánjuk az életünket. A megtérésnek az emberi részéhez hozzá tartozik, hogy felajánljunk a megváltott életünket a Krisztusnak való szolgálatra. Testestől, lelkestől az Úré vagyunk, és őt szolgáljuk. Illés mindent elkért, amilyen volt az asszonynak. Adja vízből, adja kenyérből. És az asszony erre azt válaszolja, él az Úr a te Istened, hogy semmi sült kenyerem nincs, csak egy marok lisztecském a vékába. És hogy honnan tudta ez az asszony, hogy Illés az Úr szolgálja, él az Úr a te Istened. Én ezen nagyon sokat gondolkoztam. Nyilván azokból a bizonyságtételekből, amik eljutottak Föníciába, amiket az Úr cselekedett, és amiket Illésen keresztül cselekedett az Úr. A jó bizonyságok eljutnak a pogány világba, és a pogányok is vágyakoznak az élő Isten megismerése után. Ennek az asszonynak ebbe a mondatába benne van ez a vágy, hogy a te Istened, az Úr tudja, hogy nekem csak ennyim van, de amim van, azt készségesen adom. És akkor mondja el ez az asszony azt, hogy megkészítem magamnak és a fiamnak, megedjük, és azután meghalljuk. Meghalljunk. Ez a nagy elkeseredés, ami benne volt, de mégis ott volt a vágy Isten iránt. És ha az életünkben ott van a keserűség, a nincstelenség, a szorultság, hogy nem gondoskodik senki rólunk, mert másnak sincs, akkor a reménynek ott kell bennünk lenni, a bizalomnak és a hitnek, hogy él az Úr a te Istened, aki tudja azt, hogy mibe vagyunk. És akkor Illés azonnal hirdeti az Úr vigasztaló szeretetét. Ne félj, menj el és cselekedjél, de egyet azért tegyél meg, hogy először is nékem süss abból, és hozd ide, a fiadnak pedig, és magadnak azután süss. Mi is ennek a igeversnek az üzenete, hogy nem kell félni, odadni az Úrnak azt, amink van. Isten soha nem azt kéri, amit nincs. Ennek az asszonynak ennyi volt, és azt mondja Illés, de először nekem. Először add az Úrnak, utána gondoskodj magadról és a fiadról. Ez csak a megtért, odaszánt életű hívő ember tudja megérteni. És én fiatal koromban együtt dolgoztam a Neszmélyi Árvaház alapítójával, Gitta néninek hívták, aki az egész életét odaszánta az Úrnak,
az árva gyerekeknek való szolgálatra, hitből és imádsággal kért el az Úrtól mindazt, amire szükségük volt. Ő mindent oda szánt, hogy az Úr ügyében ő hűséges lehessen, és az Úr mindig meghallgatta az imádságot. A személyes szükségleteiért is imádkozott, és ő a legjavát az Úrnak adta, az ifjúságát, a fiatalságát. Nem magával törődött, hanem avval, hogy Isten dicsősége látható legyen. Én itt valamit szeretnék azért mondani, el ne felejtsd a gondolataidat, hogy én itt egy feleletet találok a mai problémára, mégpedig a missziós problémára. Ma azt mondjuk, hogy hát igen, az emberek nem hallgatnak úgy az igére, meg nem akarnak Isten szerint élni. És hát volt egy missziói hely, ahonnan két embert kiküldtek egy nehéz terepre, és szomorúan hazatértek, hogy olyan nagy a sötétség, hogy ott nem érdemes ott maradni, és azt mondták nekik, menjetek vissza és világítsatok. Tehát, hogy mi ennek a misszió jelentősége, illés itt egy missziói munkát is végzett egy pogány embernek az életébe. Mi azt várnánk, hogy az első szóra ugye az emberek odafordulnának Istenhez, itt pedig az történt, hogy először Illés adott valamit ennek az asszonynak, amilyen nem volt. És hogy a hív embernek kell tudni adni valamit, akármilyen szegényen él is, lehet, hogy Illés is olyan szegény volt, mint az özvegyasszony, csak ő nem akart meghalni. Hát azért volt, amikor elbújt ő igen. is ugye a barlangban. Igen, őnek is volt bánata, de túljutott rajta, hogy valamit adott, és az asszony, amikor ezt az áldást kapta, akkor ő is megismerte az Urat, az Úrnak a gazdagságát, és hogy megmentette őt az Úr a haláltól, hogy bőséget adott, hogy a fiának is tudott adni meg, hogy az Úr gondoskodott róla, és hogy a misszióban ez egy nagyon fontos dolog, hogy adni kell olyan dolgokat, amire az embereknek szükségük van. Tehát ez az asszony elmerte hinni, hogy ha ő odaadja, avval neki nem lesz kevesebbje, a biztosat odaadta a bizonytalanért. Ebbe az asszonyban nagyon nagy vágyakozás lehetett, nyilván a jó bizonyságtételek, amiket hallott, és ezért mert hinni. És ha az Úrnak odaadtuk az életünket, akkor nekünk is a hit bátorságával kell járnunk, és nem a biztosat, az anyagi megfoghatóra építeni, hanem Isten szavára, és ha ezt tesszük, akkor rengeteg bizonyság fog bennünket körülvenni. Én a mai napon is egy dolog megtapasztaltam az Úr szeretetét, és éreztem, hogy az Úr indít, hogy valamit meg kell tennem, és nagyon imádkoztam, hogy Uram, de add meg, hogy ne legyenek akadályok, hogy oda tudjak érni, hogy ne legyenek előttem nagyon sokan, és hogy megtehessem, és oda mentem, senki nem volt. Mondták, tessék jönni, egyedül voltam, és mindent el tudtam intézni, rendezni. Láttam Isten szeretetét, és olyan jó dolog az, amikor hitbe járunk, és az Úr megmutatja a bizonytalanba, hogy ő a biztos, a kőszikla. Ez az asszony Isten oltalmára merte magát bízni, és pedig tudta, hogy ez a nagyon kevés, ez három embernek azért nem elég.
És akkor itt ugye ezt a hatalmas ígéretet, amit hirdet Illés, hogy nem lesz olyan, hogy elfogy a korsóbeli olaj és a békabeli liszt, és ezt olvassuk, hogy az asszony Illés beszéde szerint cselekedett. Tehát az emberek engedelmességét az Úr megáldja, illetve az ígéreteit akkor váltja be az Úr, hogyha mi aszerint cselekszünk, az ige szerint, amit mond. Isten nem igazol se engem, se téged, se az embereket, sokan szeretnék, hanem egyedül az ő ígéjét, és ha az életünk Isten szavának engedelmeskedik, akkor csodálatos módon megtapasztaljuk azt, hogy egy pontocska el nem múlik az ígéből, míg ő az be nem teljesíti. Az asszony is aszerint cselekedett, ahogy Isten szolgájának a szava szólt, és megtapasztalta, hogy nem fogyott el a vékabeli liszt és a korsóbeli olaj, pedig naponként ettek belőle. És itt a napi eledel az, ami engem még megragadott, hogy vajon én adok-e a szükség idején a velem együtt lévőknek, a környezetembe élőknek abból, amit Istentől kaptam. Nagyon nagy szüksége van az embereknek az élő bizonyságtételre, hogy hallják az élő igét, ami személyes üzenet, és ennek az asszonynak is Isten személyesen szólt, ő fog gondoskodni rólad, az Úr szólt neki, és ő tette, és nem csak Illésről gondoskodott, nem csak a fiáról, hanem az egész háza népéről, gondolom a környékbeliek is oda jártak, hogy kapjanak eledelt, és naponként adta tovább azt, amilyen volt. Sütött, osztott, adott, és nem fogyott el. Másnap megint tele volt a véka. Másnap a korsóban ugyanannyi olaj volt. És ha mi merünk adni, akkor nem fogy el se az örömünk, se az Úrban való erőnk, se a békességünk, se pedig az anyagi javaink. Az Úr csodálatosan megadja mindazt, amire szükségünk van, ha mi oda tesszük az ő asztalára, az ő oltárára. Rábízni magam az Úrra, ez a pogányasszony, ez a sareptai özvegyasszony teljesen rábízta magát az Úrba, és hitt az Úrnak, rábízta magát a mindenható Istenre, és megtapasztalta, hogy többet kapott, mint amit elgondolt volna. Az elkeseredett halálra készült asszony tulajdonképpen támasza lett az övéinek az engedelmesség által. És hogy Isten hatalmába tudott bízni, és ez a hatalom láthatóvá lett. Tulajdonképpen ugye itt az utolsó történet utolsó verszakai erről szólnak, hogy Isten csodákat tud tenni a személyes életünkben, az Isten szeretetéről beszél, arról, hogy Istennek nem csak egy választott népe van, hanem mindenki iránt megvan a szeretete, a pogányok iránt, az egész világ iránt. Az Úr megtartotta az ígéretét, olvassuk a 16. versben, ahol semmi emberi lehetőség nem volt, ott naponként adta az Úr az ő áldását. Ne az emberi lehetőségekkel számolj, hanem avval, hogy az Úr megígérte, hogy az övéiről gondot visel. Testi, lelki, szellemi gondviselésébe lehetünk.